azt mondtuk néhány évvel ezelőtt, hogy egyik évben expo, második évben pedig szakmaválasztó kerül majd megrendezéseit Jászbenében, és ez egy különleges alkalom a mai, az idei inkább úgy mondom, hiszen ez a kettő együtt kéz a kézben fog a Jászberények elé kerülni. A Jászberényi Városházán tartott tájékoztatón ajánlották a szervezők az érdeklődők figyelmébe a szeptember 20 és 22-e között 3 napon át tartandó vásárt és kiállítást. A jászsági gazdasági napok keretében széleskörű együttműködés mellett egymással párhuzamosan tartandó gazdasági üzleti eseményt és a szakmaválasztót, valamint az ezekhez kapcsolódó, illetve a bemutatókat erősítő kulturális, sport, családi, zenei rendezvényeket. Azért is fontos ez az esemény, hiszen az elmúlt időszakban, elmúlt hetekben, hónapokban, vagy akár években is azt hallhatjuk, és mondhatom azt, hogy azt tapasztalhatjuk, hogy a gazdaság nem éppen felívelő pályán van, és azt hiszem, hogy ebben a helyzetben különösen fontos, hogy a jászbenyi vállalkozások, a jászsági vállalkozások bemutatkozhassanak, és egy ilyen plusz szerepvállalással mutassák a lakosságnak, hogy azért ők itt vannak, és igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy erősítsék a térség gazdasági potenciáját. A vállalkozók teljesítményét illető köszönet mellett a polgármester azért is fontosnak ítéli a programsorozatot, mert itt a cégek eredményeit és kínálatát közvetlenül egy helyen is egy időben láthatják majd a képzőintézmények ajánlataival a pályát választó jászsági fiatalok. Az elmúlt évekhez hasonlóan ez alkalommal is népszerű volt a térségi vállalkozások körében a kezdeményezés. A kiállítói létszám, mint mindig Jászberényben teltházas, mintegy 50 kiállító jelenik meg, cég, vállalkozás, oktatási intézmény a rendezvényen. Díszvendégünk is lesz, ebben az évben Lajos Mizse város lesz a díszvendég, amikor a szombati napon gasztronómiát is hoznak, kóstolni is lehet, és a színpadon is kapnak egy jelentős időtartamot, ahol a művészeti és egyéb tevékenységüket mutatják be. Mint mindig most is az expo üzleti kapcsolatok ápolására, bővítésére, szaktanácsadásra és akciós vásárlásra lesz alkalmas egyebek mellett. A Bercsényi Sportcsarnokban is annak környezetében tartandó 3 napos rendezvény minden programeleme ingyenes lesz. Szeptember 20-án a szakmaválasztó kiállítás apropóján a térség általános iskoláiból szervezett formában érkeznek a fiatalok. Ez a 8. osztályosoknak egy óriási segítség, hiszen 14 évesen eldönteni azt, hogy milyen szakmát és hogyan szeretne tovább tanulni, ezt nagyon-nagyon nehéz. Éppen ezért várjuk a 8. osztályosokat, várjuk a szülőket ezen a szakmaválasztó kiállításon. Ez szeptember 20-án reggel 8 órától délután 4 óráig tart ez a szakmaválasztó kiállítás a hivatalos része. Az alsó és a felső jászság, illetve a Jászapáti Jászberényi járás összes általános iskolájából várjuk a 8-os diákokat. Közel 700 diákot érint ez a program, akiket buszokkal visznek majd a kiállítás helyszínére. Természetesen a hétvége folyamán a családokat nem csak az expo bemutatóira, hanem a szakmaválasztó kiállítására is invitálják. Azért fontos a Jász Expo is, tehát a vállalkozásoknak az együttessége, mert a duális képzőhelyeken képezzük, tehát a szakmákra a diákjainkat. Most csak a klapkát hagyd mondjam, több mint 80 céggel állunk kapcsolatban itt a jászságban, ebből a nagyobb része természetesen Jászberényi, és akik kiállítóként részt vesznek, azoknak a nagy részében diákjaink vannak. És ez azért jó, ez a tényleg kettősség, mert mi elmondjuk, hogy milyen lehetőségek, milyen szakmákat, hogyan tudjuk képezni őket, a vállalkozások meg elmondják, hogy milyen lehetőséget, meg mit kínálnak nekik. A Klapka diákjai és oktatói nem csak kiállítóként, hanem a rendezvény közreműködőjeként is megjelennek majd az esemény sorban. A szakmai bemutatók mellett az intézmény séfje is főző bemutatót tart, majd az elkészült finomságokat meg is kóstolhatják az érdeklődők. A szakmaválasztó szeptember 20-án reggel 8-tól nyílik, az expo hivatalos megnyitóját pedig aznap délután 3-kor tartják. A rendezvényt dr. György László, a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjáért felelős kormánybiztos úr fogja megnyitni, Pócs János, a jászság osztatgyűlési képviselője, valamint Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke,
és természetesen jó magam. A háromnapos szakmai eseménysort kulturális, szabadidő, sport és zenei programok, koncertek egészítik ki. Mióta az Expo, mint rendezvény megjelent Jászberényben, a Jász kerület Nonprofit Kft. Mindig részt vett a közös szervezésben, és biztosította a családi, lakossági, közös néven fesztivál programnak nevezett rendezvényt. Nem lesz ez idén sem másképp, péntektől vasárnappal bezárólag a kiállítás mellé nagyon tartalmas programelemekkel készültünk. A részletes programsort az Expo, valamint a Jász kerület Nonprofit Kft. Honlapján, illetve közösségi oldalán találhatja meg a lakosság. A számos kiegészítő programelem mellett pénteken és szombaton, szeptember 20-án és 21-én este nagy koncerttel várják a jászberényieket és a környék lakóit, amelynek népszerű fellépői lesznek a Magashegyi Underground, valamint Charlie. Mindezek mellett idén is megtartják az autómentes napot az Európai Mobilitási Hét keretében. Egy egész hetes programsorozatról van szó. Ez azt jelenti, hogy Európai Mobilitási Hét lesz, tehát 16 és 22-e között minden napon programot szervezünk, hát leginkább a fiatal közönségünknek. Ezt hamarosan hirdetjük a megjelölt felületeken, illetve a beáltal említett felületeken. Ennek a programsorozatnak az utolsó napja, és ugye az Expo utolsó napja is, vasárnapon az autómentes nap lesz. A program idejére vasárnap reggeltől kora délutánig a Bercsényi Sportcsarnok és az iskola udvara mellett a Bercsényi utat lezárják a Dózsa-György úttól a Táncsics Mihály útig. A szervező városi önkormányzat a vele együttműködő Novikó szervezőirodával, a Jászberényi Tankerületi Központtal, a Szolnoki Szakképzési Centrummal, valamint a Jász kerület Nonprofit Kft.-vel egyaránt azt remélik, hogy látogatott és kedvelt városi rendezvényé válik majd a jászsági gazdasági napok eseménysora.